Csárdástól, Verbunkostól és Botlóktól volt hangos az Abba-Novák Agora kulturális központ színpada. A hagyományteremtő céllal megrendezett tánc fiesta sokban eltért az ország más eseményeitől. A programnak a mássága az talán a délutánban rejlik, hiszen azon, hogy a gyerekek itt megmutatkoznak, aztán mi is igyekszünk adni nekik, adunk nekik szórakozást, kalantúrát, sorváltóversenyeket, és az est végén pedig a Fitos Társulatnak a Láda Titka című adását, amelyet ők megnézhetnek, amely nekik szól. A versenyen 11 táncegyüttes mutatta meg tudását. Érkeztek formációk többek között Budapestről, Jászberényből, Törökszentmiklósról és Kisújszállásról is, de szolnokiak is képviseltették magukat. Egy hónapja biztos, hogy gyakoroljuk. Szilárdsági táncokat adtunk elő az előző műsorszámokban, és most pedig bukovinai csárdás és illadrival készülünk. A tánccsoportok teljesítményét sem a megszokott módon értékelték a zsűri tagjai. Külön kérés volt a szervezők részéről, hogy ne a koreográfiát nézzük, hanem azt, hogy az adott táncanyag az megfelele a csoport fejlettségi szintjének, úgyhogy meg kell mondanom, nagyon üdítő, hogy nem a koreográfiai megoldásokat kell nézni, hanem azt, hogy a gyerekek hogy táncolnak, illetve hogy azokat a kihívásokat tudják-e teljesíteni, amit az oktatók feléjük támasztottak. A néptánccal a legtöbb gyermek már az általános iskolák alsó tagozatán megismerkedik, viszont korábban jellemző volt, hogy felsőben már kevesek folytatják ez irányú tanulmányaikat. Az elmúlt években azonban ez a tendencia megfordulni látszik. Én 6 éve táncolok, ez a 6. évem, és nekem egy ilyen kikapcsolásszerűt jelent, mert élvezem is ezek a fellépéseket, utazásokat, de legfőképp a fellépést a társaimmal. A verseny névadója Várhelyi Lajos nevét sokan ismerik a szolnoki, illetve az országos néptánc világában. A koreográfus nevéhez fűződik a szolnoki néptánc mozgalom elindítása, részt vett a Tisza Tánc Együttes megalapításában, illetve a Korvinka Gyermek Tánc Együttes létrehozásával megszervezte a szolnoki néptánc utánpótlást is.